Tisztelt nagykövet, kedves előadók, kedves vendégek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges napon. Én azt gondolom, hogy ez a mai program több szempontból nagyon jókor, nagyon jó helyen van. Azt tapasztaljuk, hogy a szakértelmen alapuló pro bono önkéntesség iránt a figyelem folyamatosan nő és fokozódik. Bár Magyarországon ez sok szempontból még gyerekcipőben jár, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok cég van, aki ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz fel, és érdeklődik az iránt, hogy hogyan lehetne ezeket a programokat elindítani. Mi ehhez szeretnénk mindenképpen hozzájárulni ezzel a mai nappal, és hívtunk jobbnál jobb előadókat. Azt látom, hogy a cégvezetőknek egy igen nagy százaléka látja és érzékeli, hogy ezek a programok legalább annyira hozzájárulnak a belső szervezeti átalakulásokhoz, ha úgy tetszik, az üzleti siker eredményeihez, mint amennyire ezek egyébként a külső kommunikációnak a fontos eszközei. De természetesen ezek a programok elképesztően nagy segítséget adhatnak a hazai civil szervezeteknek. Próbáljuk elképzelni azt a tudásmennyiséget, amik a hazai nagyvállalatoknál felhalmozottak, vagy akár közepes vállalatoknál, és elképzelni azt a helyzetet, hogy ezek a tudások egy sokkal nagyobb csatornán keresztül eljutnak a hazai civil szervezetekhez. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy ezeknek a tudásoknak, meglevő tudásoknak elképesztően nagy jelentőségük van, és hát itt ugyan olyan szolgáltatásokról van sok esetben szó, amit a hazai civil szervezetek piaci áron nem tudnának megfizetni. Tehát ennek van egy anyagi értéke is, de azt gondolom, hogy az anyagi értéken túl elképesztően nagy annak a tudásnak a biztosításának a jelentősége, ami ezáltal megjelenhet. És természetesen ez a együttműködés, ez a kölcsönhatás, ez mindkét fél számára nagyon fontos lehet. Látjuk és érzékeljük, hogy ezek a cégek is nagyon sokat tanulnak, fejlődnek ezek által a kapcsolatok által. Az ÖK nagyon büszke arra, hogy az elmúlt 10 évben 50-nél több céggel tudott dolgozni, elsősorban a vállalati önkéntesség területén, és azt látjuk, hogy egyre többen érdeklődnek és nyitottak a pro bono területe iránt, amiről egyébként ez a mai nap szól, és kizárólagosan erről szól. Az elmúlt három évben egyre inkább a figyelmünk ez iránt, a terület iránt fordult, és nagyon sok nemzetközi eseményen vettünk részt, és kaptunk segítséget olyan szervezetektől, főleg szakmai értelemben, de anyagi értelemben is, akik segítették a mi felkészülésünket, és azt, hogy mi minél naprakészebben és profibban tudjunk ezen a téren segíteni. Én szeretném kiemelni az amerikai Taproot alapítvány és a németországi BMW alapítványnak a szerepét, amelyek mindketten nagyon fontos hozzájárulást adtak a mi munkánkhoz, akiknek egyébként egy-egy képviselője a mai napon itt lesz, és meg fog jelenni, meg fog szólalni. Én azt kérem mindenkitől, hogy maximális figyelmével tisztelje meg ezt a napot. Egy hosszú napot sikerült összehozni. Azt gondolom, hogy egy kicsit túl szerveztük ezt a programot, de jó értelemben, mert gyakorlatilag minden előadó, minden felkért előadó első kérése igen mondott, és ennek megfelelően este 6-ig itt leszünk együtt. Én azt is kérném mindenkitől, aki esetleg úgy tervezte, hogy egy picit korábban távozik, hogy ezt ne tegye, mert tényleg az elejétől a végéig jobbnál jobb előadók fognak itt megszólalni. Azok, akik úgy gondolták, hogy esetleg már a gyerekek hazaszállítása miatt korábban kell távozni, azok esetleg próbálják már most megszervezni az alternatív útvonalakat, vagy ott esetben egy későbbre tervezett megbeszélést másik napra átszervezni, vagy esetleg a vidékre hazaundulóknál esetleg egy későbbi vonatopciót betervezni, higgyék el, meg fogja érni a végéig itt maradni. Mindenkitől kérném, hogy már most halkítsa le a telefonját, tiszteljük meg ezzel az előadókat. Természetesen fényképeket készíteni, posztolni, Twitter üzeneteket küldeni a mai világban lehet és ajánlott. Ezt természetesen nem szeretnénk korlátozni. Egy interaktív eseményt hirdettünk, ami bizonyos szempontból kockázatos, ugye kinyitjuk a kérdésekre a lehetőséget. A külföldiek kedvéért mondom, hogy azért Magyarországon ez bizonyos értelemben egy kockázatos vállalkozás. A kérdések mennyisége miatt természetesen, nem a kérdések minősége miatt. Ebben ugye Antónia lesz nagy segítségünkre, hogy ezeket az időkereteket tudjuk tartani. Az előadóknak természetesen már megírtuk és megkértük őket, hogy tartsák az időkereket, amennyire lehet.
Önök ti három nagyon fontos dologgal tudtok segíteni. Amikor vége van a szünetnek, akkor mindig itt vagytok a teremben, itt vannak a teremben. Hogyha előadás hangzik el, akkor ugyanígy, mint most, maximális figyelemmel jutalmazzátok a beszélőt. És hogyha kérdésekre van lehetőség, akkor ezeket a kérdéseket megfogalmazzátok. És hogyha esetleg Antónia már nem ad erre lehetőséget, akkor pedig elfogadjátok plusz kérésként ezt. Az előadók nem fognak elszaladni, nagy részük nem fog elszaladni a program után, különösen a külföldiek nem tudnak messzire szaladni. Így aztán a szünetekben is lehetőség van arra, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg, vagy esetleg beszélgetésbe bonyolódjanak. Végezetül szeretném megköszönni elsősorban a KPMG-nek, hogy lehetőséget biztosított ennek a rendezvénynek a megvalósítására. Én azt gondolom, hogy keresve se találhattunk volna a jelképesebb helyszínt, mint annak a cégnek a konferencia központját, amelyik a tavaly az ÖK által alapított az év pro bono kezdeményezési díjat elsőként elnyerte. Ezzel az eseménnyel is szerettük volna kifejezni elismerésünket, és gratulálni ahhoz a munkához, amit egyébként nem tavaly kezdtek el, és aminek a révén nagyon komoly pro bono támogatást biztosítanak hazai civil szervezeteknek. Emellett szeretném megköszönni azoknak a cégeknek, akik a kezdetektől fogva hittek ennek a programnak a megvalósíthatóságában, és ehhez anyagi eszközöket is rendelkezésre bocsájtottak, úgy, mint Tesco, az amerikai nagykövetség, Morgan Stanley, a Vodafone, a GE, a Telekom és a Coca-Cola HBC. Nélkülük most egész biztos, hogy nem ülhetnénk itt ebben a teremben. Még egyszer köszönöm az előadóknak, hogy elfogadták felkérésünket, és időt, energiát, kilométereket nem sajnálva itt vannak ma velünk. Köszönöm az önkénteseknek és munkatársaimnak, hogy szűni nem akaró lelkesedéssel segítették ennek a mai napnak a kiváló megrendezését. És egy utolsó dologról szeretnék még kérni mindenkitől, a mappájukban találnak egy értékelőlapot, amit tollal, ha úgy tetszik, old school módon lehet kitölteni. Számunkra nagyon fontos volna, hogy ne távozzon senki úgy ebből a teremből, vagy ebből az épületből, hogy nem adja le ezeket az értékelési pontokat, mert ebből mi nagyon sokat tanulunk. Mindenkit kérek arra, hogy ezt tegye meg. Ezzel nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta meghívásunkat. Itt van velünk, mindenkinek nagyon-nagyon hasznos és értékes tanácskozást és konferenciát kívánok. Köszönöm szépen!